voltam utoljára húsvétkor. Akkor szokott lenni szintén egy nagy ünnep, egy nagy mise. Szoktuk körbejárni a templomot. Budapesten a bolgár közösség körülbelül 1500 főből áll most. Egyre kevesebben vannak, Budapesten régen nagyon sokan voltak, több ezeren is tudom, csak most sokan akár el is költöztek. Ezt a részt, ami ott látjuk, ez tulajdonképpen különlegesség, mert csak itt a budapesti templomban létezik. Tehát Bulgáriában van ez a rész, ahol a gyertyákat a halottak. De fényképek nincsenek. De nincsenek fényképek. Ez valahogyan a budapestiek meg... Az egyetlen bizánci stílusú épület Budapesten. Úgyhogy az is... az a érdekesebb ez az épület. Keresztkupolás, egyiptomos stílusú, tehát ha fentről nézzük, kereszt, meg belülről is keresztet látjuk. Magyar volt az építész, de azért nagyon utána nézte, hogy vannak ezek, és én tudom, hogy Bulgáriában az a nagy bazilika, ami katedrális, Alexander Nevszki azt is tanulmányozta, és ehhez is úgy igazította. Az igazság, hogy hányszor jövök, mindig valami újat fedezek föl, hogy felújítottak valamit, vagy valami udvar. Ez a ház itt, az nagyon szeretem. Azzal a kis kiálló rész, ilyen, nem tudom, milyen ablaknak mondhatnám, azt nagyon szeretem, és hogy vissza is tették a szobrot, úgyhogy ez az így nagyon jó. Persze a Mátyás templomot is nagyon szeretem, de ugye az mindenkinek tetszik általában. Én Párizsban éltem, és jó, Párizs gyönyörű, nagyon szép, de nincs egy olyan hely, ahol tudod, megállsz, és akkor ott van előtted minden, ami nevezetesség, vagy szép a városban. Hanem hát odaig kell menni, megnézni, gyönyörködni, és kész. Itt meg tényleg megállsz, és akkor ott a vár, ott a parlament, a bazilika, tehát nagyon szép. A hídak, ugye, a Margit sziget, tehát az szerintem nagyon szép. Nagyon szép emlék nekem, meg nagyon is szeretem. Amikor először jöttem, ugye úgy és sétáltunk a várba, és hideg is volt, meg, és már kívántam is valamit, és akkor mondta a férjem, van egy nagyon jó cukrászda, én gyerekkoromban a szüleimmel, amikor jöttünk föl Pestre, akkor ide, ez volt a... És akkor bejöttünk, és egy kicsit tartottam attól, hogy milyen sütemények lesznek, mert hogy Franciaországban azért vannak nagyon jók, és tulajdonképpen nagyon kellemes meglepetés volt. Aztán tudtam meg, hogy tényleg 1827-ben alapítottak, és azóta ugye működik, és egy ilyen családi tulajdonképpen vállalkozás. Én Bulgáriát 92-ben hagytam el. És akkor Franciaországban éltem egy kicsit, és ott találkoztam a férjemmel. Ugye ki magyar, tehát úgy döntöttünk, hogy akkor Magyarországra költözünk, és akkor itt élünk az életünket. Úgy jöttem, hogy úristen, ezt a nyelvet, hogy fogom megtanulni. Szüleim is azt mondtak, amikor Franciaországból mondtam nekik, hogy tulajdonképpen én nem fogok Bulgáriába visszajönni, hanem hát találkoztam valakivel, és Magyarországra megyek, és az anyukám az volt az első szegény telefon, és ezt a nyelvet? Aztán mondjuk, de vagyok, bocsánat, hogy nem az a legfontosabb, persze. Én eredetileg orvos vagyok. Most úgy alakultak a dolgok, hogy végül is pályát cseréltem, és hasznosítottam azt, hogy én franciául úgy beszélek, tehát anyanyelvi szinten, hogy tulajdonképpen most ezt tanítom.
meg szerettem Budapestet is, meg voltak a kedvenc kis helyünk. Itt azt a részt, itt a várban, az is. Nekem a Szabadsághíd a kedvencem. Nagyon szeretem a Lánchídot is, de a Szabadsághíd az valahogyan nagyon tetszik. Nagyon bicsem Budapestet, tuköszi csúsztvom u doma. Budapesten, az köszön grát.